Döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely minden év szeptember 3. szombatját országos takarítási nappá nyilvánítja. Az RMDS jogszabálytervezetét több mint 90%-os többséggel szavazták meg. Országos takarítási nappá nyilvánították minden év szeptember 3. szombatját. Az RMDS által benyújtott törvénytervezetet 90%-os többséggel döntőházként fogadta el a képviselőház. A tervezet szerint az országos takarítási napon a parlament, az elnöki hivatal, a kormány, a központ és a helyi hatóságok, illetve az ezek alárendeltségében működő intézmények olyan eseményeket szervezhetnek, amelyek a környezet tisztán tartásával kapcsolatosak, ezek mellett támogatást is nyújthatnak környezettisztítási akciók szervezéséhez. Egy jelzésértékű döntés. Egy nappal nem tudjuk megváltani a világot, de egy ilyen országos takarítási nap jó alkalom arra, hogy ne csak hulladék gyűjtéssel foglalkozzunk, hanem felelős környezettudatos neveléssel foglalkozzunk, felelősségtudatos kommunikációval, és ez azt jelenti, hogy minden generációt, fiatalokat, időseket meg tudunk tanítani, felelősen gazdálkodni a hulladékkal. Véleménye szerint az országos takarítási nap idővel egy ünneppé kellene váljon. Azt lehetne ünnepelni, hogy egész év folyamán jól kezeltük a hulladékot. Azt is elmondta, hogy az állam nem csak büntetésekkel, adóbehajtással és felelősségre vonással kellene az állampolgárokat környezettudatos magatartásra ösztönözze, hanem ilyen jellegű támogatásokkal is.